Nagyon szép napot, főleg azokat köszöntöm, akik a BMW márkát első helyre teszik autóvásárlás szempontjából. Velünk van Concerto, hozott magával 2 darab eredeti gyári kulcsot. Láthatóan nagyon olcsón adjuk az autót, mindennek oka van, meg fogom mutatni, hogy miért történik ez. 98-as 143 lóerős autó, amire beleültünk, és ez egy dízel, soros dízel motor az autónkban. Egy rövid, de kicsit azért elhúzódó indítást követően melegen az autó így indult be. Láthatóan veszi szépen a fordulatot, egy-két ellenőrző lámpa, maradjunk annyiba, hogy égve maradt át a légzsák, illetve az ABS és Eicher világ itt a kis szerkezetünkben, ugye hiába próbáljuk itt középkonzolon ugye kinyomni ezt a dolgot. Na szóval nézzük tovább, hogy mit találunk benne. Tempomat, két gyári kulcs, szervó, bőrkormány, illetve digitális automata, klíma két oldalra, gyári zene, bordkompjúter, 5-ös váltó és 4 darab elektromos ablak, ugye előre-hátra. Szevasztok, Ferikém, Pettikém, látom, beültetek. Szerszámot azért kellett volna hoznatok magatokkal, hogyha hosszú útra indulunk. 3.29-et futott az a járgányunk. Tükrök két oldalra szabályozhatóak, leföl oldalirányban. Aztán itt a hátsó szövetkárpit teljesen rendben van. Könyöktámasszal is innentől láthatóan már egy kombi autót látunk. Jó gumikkal, létező érvényes műszaki vizsgával, és elég tágas csomagtérre rendelkezik, láthatóan vannak benne hagyott dolgok, amik még jól jöhetnek majd a következő időszakban. Az autónak a fő problémája a motorjában rejlik, nehezen indul, hidegen az autó, az adagolajat felújították, gazdája elmondása szerint, viszont így is nehezen indult az autó, lehet, hogy porlasztócsúcs, mert elég nagy, komolyabb füstfelhőket dob ki magából, hogyha odalépünk neki. Amúgy így néz ki a kis szerkezet, azért mondtam, hogy szerszám lehet, hogy szükség lesz, mert hosszú távon azért így nem érdemes vele közlekedni. Úgyhogy ha hozzáértük figyelmébe, ajánlottam ezt az autót Concertoval együtt, gyertek el, nézegessétek át komolyabban az autót, úgy vásároljátok meg. Sziasztok, a viszontlátásra!